Na most, itt pedig először is errefele fogok tudni csak menni. Más irányba, nem? Tehát másik irányba is tudok menni, csak semmi értelme nincs az égvilágon. Ez az a hely, ahol megint találkozunk kedves Lizával. Gyertek mindenképpen először balra, ugyanis ahol először mentek, arra fel fog ő megjelenni, jó? Tehát erre figyelni kell, hogyha először balra mentek, balra jelenik meg. Tehát mindig az utatokban, ami azt jelenti, hogy meg kell trükköznünk. Meg kell trükköznünk szegény leányzót, hogy onnantól kezdve nekünk lehetőségünk legyen másik irányba tovább menni. Na most ezt a dobozt nekem most be kell tolnom oda szépen. Elliftesztetjük. Azaz. Úgyni. És a következő cucc az nekem mindenképpen kell lenni fog, hogy tovább haladjak. Megtrükközték, jó? Tehát a régi játékoknak ez egy jó szokása egyébként, hogy millió helyre küldenek titeket, hogy A cuccal, a B cuccot, a C cuccot, egyebet felszedjetek, szóval, ja. Nem egy nagyon bonyolult valami, de figyelni kell. És ugyanitt van a trükk egyébként, mindjárt mutatom nektek, hogy először is lefutok lépcső aljára. Tehát itt tök egyenesen le és ide. Liza ott van bal oldalon, látjuk is jó, tehát ővele már találkoztunk, tehát csináltam helyet magamnak, hogy visszafele tudjak jönni. Úgyni, és megyünk vissza a lifthez. Gyakorlatilag ezzel annyit csináltunk, hogy azt a ládát, amit oda beletettem, azt átlifteztettük egyik helyről a másikra. És nem erre fogok tudni jönni, hanem arra, bocsánat. Nem? Arra nem enged? De, arra enged, jó. Szóval, itt van egy ilyen létre, amivel le tudunk menni. Meg is van, köszönöm. És ez az a doboz, amit nekünk most el kell tolni. Azaz. Gyakorlatilag ez már mondhatnám, hogy a végjáték, jó? Tehát még azért fogunk visszamenni ide-oda, amoda, de alapvetően olyan sok minden már nem fog történni. A sztorit azért nagyjából ismeritek, ugyebár. És akkor most ezt pedig szépen itt letolom. Ez pedig egy présgép, jó? Tehát összetörjük a ládát szépen. Azaz, köszönöm. Na, ez kell lenni fog nekünk, jó? Nem láttátok, mert még nem voltunk ott, de gyakorlatilag ez az a cucc, amivel tovább fogunk tudni jutni ugyanazon a folyosón, ahol Liza egyszer már... Liza? Ja. De, Liza. Egyszer már megszivatott minket. Gyerünk. Oké. Okay. Le faszoá. Csak gyakorlatilag ugyanarra fogunk visszamenni, és ugyanazt a trükköt fogom bevetni. Ez egyébként még a láthatatlan módnál is működik. Hogyha valaki próbálta, az meséljen róla, mert ez nekem nagyon-nagyon elmebetegnek tűnik, jó? Tehát nem is értem a koncepciót. Először is benézünk ide. Szia Liza! Ha-ho! És megyek tovább gyorsan, hogy mindenre legyen időm. Ezt meg kell húzni mindenképpen, hogy kiengedje a karmát, amiben én bele tudom illeszteni majd ezt a cuccot. Ugye? De majd mindjárt bele tudom illeszteni. Ezeket fölszedem. Nincs az az Isten, hogy ne szedjem föl, jó? Tehát mindenképpen egy zöld-piros. Úgy, és akkor itt lefele megyünk. Néha egészen közel van, de szerencsére annyira nem. Jó? Tehát meg is vagyunk. Na most itt sok minden érdekesség nincsen, szóval igazából csak teszünk egy tisztelet és... És megyünk, mint a muszáj volna, mert utáljuk a kígyókat, hogy szakadnának össze. És tudom, ki találta ki ezt, hogy ezt ide kéne tenni. És miért? Na! Látjátok, jewelry box?
Rosszul emlékeztem, hogy itt van valami? Ja, rosszul emlékeztem, nem volt semmi probléma. Megyünk föl. Itt az ösztönünk ugye a kép miatt azt súgnál, hogy arra menjünk, de igazából, hogyha szeretnétek, akkor ide tudtok jönni. Van itt zöld növény, meg van ott kék növény. Jó, tehát mindenféle növényünk van. Oké? Oké. Én csinálok magamnak egy ilyen kék-zöld pirosat, csak azért, hogy mérgezése ellen is mindenképpen védve legyek legalább egyszer. És ja. Ezt pedig megvizsgáljuk. Na most, hogyha ezt kinyitom, akkor egy valami van benne. Egy ilyen kőgyűrű. Itt pedig már igazából semmi, szóval akkor mehetünk tovább. Ja. Lóti futi. Most nem tudom, hogy van-e bármi sejtésetek, hogy merre fele vagyunk. Hamarosan meglátjátok, jó? Hamarosan meglátjátok. Na, tehát gyakorlatilag Liza Trevornak a kamrájába jöttünk vissza. És most a következő helyzet, hogy nekem ez nem kell, viszont helyette kell lenni, ja meg a crank sem kell, bocsánat. A crank helyet kiveszem szépen a... nézzük csak. Tele vagy mindenféle hülyeségekkel itt, bakke. Hát volt itt nekem egy olyan motyó, ami... Ott is van. Ezt fogom kivenni helyette. Ez helyett ki fogom venni majd a last bookot, ehelyett pedig ezt. Jó? Oké, és gyakorlatilag itt nekem semmi más dolgom nincsen, mint hogy visszafussak arra, amerről jöttem. Annyi a különbség, hogy most... Miért arra fordulok? Annyi a különbség, hogy most több lesz a zombi, jó? Tehát nem kell meglepődni, ugyanazon a folyosón megyünk végig, csak most több lesz a zombi. Ennyi igazából a diffi az összes közül, semmi más. Gyerünk. Gondoltam, ez gyorsabb. Balra. Látjátok? Nem látjátok, mert igazából ő eddig is itt volt, viszont a következő részen, ahol ugye a temető rész volt hollókkal egyéb, ott viszont csodálatos módon vannak többen is. Minél nehezebb, annál többen, de igazából mindegyiknél egyetlen megoldás van. Ki kell kerülni őket nagy évbe, és hazudok, nyomjátok fölfelé, jó? Ennyi. Most ennél egyszerűbb nincs. Ennél egyszerűbb nincs. Gyerünk. Ugye vissza fogunk menni ugye a házba másik oldalról. Ami azt jelenti... Van helyem? Van helyem. Jó van, mert nem vagyok annyira hülye. Oké. Okay. Ja, gondolkodtam, hogy hol vagyok, de aztán megvan. Na és itt pedig, amit én mindig benézek, ti ne nézzétek be, az az, hogy itt fogjam magamat és kivegyem ezt a cuccot innen, jó? Tehát ezt mindenképpen fogjuk magunkat és visszavesszük. Azaz. Ugyanis van egy kapu, amit még nem mutattam nektek egyáltalán, bár szándékomban áll. Jó? Na, ugyanaz a trükk igazából, tehát bejövünk, kimegyünk. Ja nem, nem is kell visszamenni igazából, megmentettük, összeszedtük, teljes mértékben jó fogunk, akkor csak erre jövünk, jó? Oké, megcsináltam előre. Általában ilyenkor szoktam, de most úgy döntöttem, hogy megcsinálom előre, ha már arrafelé vagyok, szóval ennyi. És gyakorlatilag az egyik nagy újítás, ugye, több is van, tehát több helyszín van, sok helyen tudunk mászkálni. Az egyik baromi nagy újítás, ami van az eredetihez képest, az mindjárt itt van. Ugye a Liza Trevor az nem volt ugye eredetileg a Resident Evil univerzumnak a része, szóval innentől kezdve ugye ez egy újdonság, viszont abszolút kánonnak számít. Tehát ő megjelent több helyen is utalásként, volt filmben, hasonlók, szóval, ja... Tudjuk, hogy ő kánon. Oké? Okay? Egyszer.
Aztán... Még egyszer... Na! És most le is tudunk menni szépen. Ez így van. Természetesen kinyitom, köszönöm. Itt pedig, hogyha valaki szeretne, akkor lehet itten ott typewriterelni. Most jelenleg én ennél bátrabb vagyok, szerintem. Azért biztonság kedvéért egyetlen egy darab pirosat, vagy zöldet még, hogyha van, akkor azt elviszek magammal. Ennyi, jó? Ezt az egyet elviszem magammal biztonság kedvéért. Hát, ha esetleg valami történne. Tényleg, hogyha belegondoltok, az összes végigjátszásom, ami tényleg nem azzal működött, hogy tök vakon voltam, az arról szólt, hogy hogyan tudja valaki úgy végigcsinálni ezeket a dolgokat, hogy ne kelljen neki kőprofinak lennie, ne kelljen neki mindent 100%-ig tudnia. Amit én mutatok, abban bőven van lehetőség hibákra, jó? Tehát én úgy gondolom, hogy ezek a guide-ok, amiket 11 éve csinálok, ezek nagyon-nagyon remélem, hogy hasznosak, úgyhogy toljátok nekem az infókat, hogy ki az, aki ennek a segítségével játszott végig valamit, jó? Bármit. Na nézzük, mi következik. You're a bit of a mess up. Chris, take a piece of the action. Na, most akkor gyorsnak kell lennem igazából. Liza Trevor gyakorlatilag halhatatlan, ami azt jelenti, hogy más módszerhez kell folyamodnunk. Szevasz, Liza! Hagyja békén! Most jó vagyok, mert elfoglalta magát Veskerrel. Gyakorlatilag ezt a 4 darab sziklát kell lelöknöm innen, és onnantól kezdve nekem jó dolgom van. Gyerünk! Vesker pedig lefoglalja menet közben. Köszönjük, Liza! Nagyon sokat segítettél. Beszéljünk Veskerrel! I'll investigate this area a little further. Sok mindent mondott. Na, most, hogy megvagyunk, akkor szépen mehetünk is tovább. Liza, az ennyi volt, jó? Tehát... amennyire para, meg amennyire tragikus, én azért feltételeztem volna, hogy kicsikét több szerepet adnak neki, de mégsem. Most azért van nálam az a 2 darab könyv, mit láthattatok, mert hogy jól megvizsgálom őket. Vannak benne dolgok, ugye? Oké, kicsit odébb álltam, na mindegy. Ja, oda kell. Szóval igazából van itt egy ilyen sas meg egy farkas formájú cucc, amit be kell tömni. Ez az. Jó? Tehát ezzel. Másik oldalon van neki a tesója. Ott inkább nem cseszem el, hanem oda kattintok. Ott is van. És akkor másik könyv, ugye. Ezért mondja a játék, hogy meg kell vizsgálni mindent az égvilágon. Semmi sem az, aminek látszik. Ez így van. Na, mehet is befele. És nyílik. Esküszöm, hogy a felskálázott FMV-k azok... FMV-k? Vagy hogy mondják? Nem, az music video, na mindegy. Felskálázott átvezetők igazából annyira mocskos módon szarul néznek ki az összes többihez képest, amit a játékba tettek, hogy az valami félelmetes. Nem értem a logikáját. Tehát egy... Biztos, hogy nulláról kellett újraépíteni az egészet. 100%, hogy nulláról kellett újraépíteni az egészet. Ja, oké, ezen gondolkodtam, hogy hol a herében vagyok, aztán rájöttem. A laborban vagyunk, gyerekek, jó? Tehát lejutottunk. Most a következő fog történni, hogy itt kipakolok először is egy picit. Jó. Ő nem kell.
MO diszket azt magamhoz veszem, arra viszont szükségem lesz. MO diszk, hol vagy? Oké, okay, nagy szüneteket hagytam, egy pillanatra beszartam, hogy nem szedtem össze, de aztán rájöttem, hogy igen. Szóval, itt van... Izét akartam felszedni, bakker, a mi az istent, ami volt ott, az Inkribon, jó? Tehát akartam mutatni, hogy ott van egy Inkribon! Lehet használni Inkribont, oké? Okay? Oké, okay, na. Szóval ott van, ott, felszedjük, fölvedd. Egy vagyok a természettel, nagyon zen vagyok, kivéve amikor a kurva anyját. Na mindegy, szóval. Előbb-utóbb csak meg lesz, hogy megtalálja azt a rohadt hitboxot. Igen, azt már megtaláltad, tökéletes. És ha hátrébb lépek, odébb lépek, oldalra lépek. Na végre, köszönöm, csak meg volt, tökéletes. Egy gyors mentés mielőtt tovább megyek. Tudom, sokat mentek, de tényleg szeretném nem elbaxni az egészet, bocsánat. Na, akkor most már ugye ezt is el kell pakolnunk. Shotgun lőszerünk az annyi van, mint égen a csillag. Magnumunk az jelenleg egy deka sincsen, szóval rohadtul nem érdekel. Ennyi, fussunk neki a továbbiaknak. Itt pedig alapvetően nem nagyon fogok én lövöldözni, jó? Tehát nagyon minimálisan, amit menet közben találok, az nekem bőven elég lesz. Viszont ezt pedig... Ez a legjobb módszer, tehát itt az utat meg kell tisztítanom mindenképpen. A legegyszerűbb, hogyha fogom magamat és gyere ide, fogjál meg, itt vagyok, egyé, azaz, ő is kap egy gránátot, meg ha már itt van, akkor ő is, bár általában ő lépcsőn szokott mászkálni, azaz, köszönöm, és akkor van itt egy haverjuk nekik, ha igaz, mondom én, meg ő is, tehát mindenkit meggránátozunk szépen, és innentől kezdve boldogok vagyunk. Bazd meg, és pont nekifutottam, édesanyám, na mindegy. Erre valók a zöld növények, ugyebár. Ne legyetek ott, amikor fölrobbannak, jó? Ez a titka neki. Édes faszom. Van egyébként, amikor tényleg 5 másodperc van, amikor fél perc is eltelik, basszus, mire képesek végre eldurrani, na mindegy. Gyerünk! Most először nekem mindenképpen ide kell lejönnöm, kinyitni egy pár dolgot. Jó? Jó. Ő is kap egyet, azaz. Köszike. Közben meg se kell várni egyébként őket, szóval ezzel nincsen semmi baj. Úgyis eldurran a fejük, jó? Tehát, hogyha nem nézzük, akkor is. Big fucking hosszú folyosón itt van egy ilyen magnum lőszer. Mondom, ott van valahogy egy magnum lőszer. Teddybe ott láttam-e. Ott van, azaz, köszönöm szépen, na végre. Ez fontos. Valamint itt hátul van még egy kis gránát, jó? Tehát ebből azért szedtem föl egy párat, még akkor is, hogyha nehezebb fokozaton játsszátok, akkor is igazából bőven kell, hogy elég legyen. Jó? Hitboxot meg hagyjuk, jó? Tehát ez katasztrófa egyébként, hogy Krisz az miket lát, meg miket nem látna, mindegy. Na, és akkor itt van egy jó kis számítógép, én már megoldottam helyettetek. Tehát a felhasználó név az John, ugye, ami Ada Wongnak az állítólagos barátja volt, ugye? Illetve a jelszó pedig, mert nagyon-nagyon-nagyon szereti, az pedig Ada. Oké? Okay? Jó, tehát John és Ada. Felhasználó név jelszó. Illetve van még egy, ezek a fájlokból derülnek ki, én nem fogok el tökölni, illetve van ugye a második emeleten egy szoba, amit ki kéne nyitni még pluszba. Az első részben ez MOL volt, tehát MOLE, ugye? Itt pedig CELL, tehát C-E-L-L, oké? Okay? És ez már nyitja is szépen. Tökéletes, köszönjük szépen! Kinyitottunk mindent, amit lehet, és akkor most pedig ki is lépünk. Yes! Tökéletes. Mindent felszedtünk, mindent kipucoltunk, mindent megvan. Boldogság. És most kell nekem fölmennem, jó? Oké, tudom. El kellett gondolkodnom rajta egy pillanatra, mi van, de hál' Istennek ugye itt elpucoltam mindent, szóval... nem.
Nem. Elvileg erre. Nem. Ez nem az a terem, bocsánat. Jó, rácson jöttem keresztül, hülye vagyok, bakker, hülye vagyok, rácson jöttem keresztül, elnézést, na, ezt mindig keverem, jó, az egy másik terem, ez egy másik terem. Szóval, most akkor föl fogok menni az emeletre, a másik folyosóra. És ugye itt már ebben a tevékenységben engem az égvilágon senki nem zavar. Hárman voltak itt összességében. Azt hiszem, hogy minden fokozaton hárman vannak, nem vagyok benne biztos. Emódiszket felszedjük, jó? Tehát ne hagyjátok itt, oké? Okay? Szeretnétek a jó befejezést, ne hagyjátok itt, véletlenül se. Oksi? Oksi. Na most, itt pedig ez a... Csezd már meg! Na. Igen, 8, 4, 6, 2. Úgy emlékszem? Ja, 8, 4, 6, 2, oké, okay, tökéletes. És akkor ott is van nekünk egy darab MO diszkünk, ugye? Valami csillog, szóval... Labor, kulcs, oké, tökéletes. És akkor itt pedig ugye... Filmeket tudunk nézni. Most, hogyha valaki esetleg Forrestnek megtapiszta volna a hulláját, akkor itt tudna filmet nézni. Én most nem tudok filmet nézni. Jó, itt van lehetőségre. Szóval megyünk ki. Forrest? Azt hiszem, ő volt a legelső áldozat, akit ugye láttunk is, amikor a zombi ugye fölnézett, hogy brains. Jó? És akkor most, hogy megvan a labor kulcs, ugye? Most megyünk a laborba. Ez már egy neccesebb dolog lesz, ugyanis a kimérákat gyűlöljük. Mindenképpen őt egy kicsit meg kell ugrasztani, oké? Okay? Menjél tovább. Azaz. És itt van ugye egyszer őt ki fogjuk nyitni. Aztán pedig őt ki fogjuk nyitni. Kuka. Jó, csináljunk helyet magunknak, az a biztos. Az a biztos. Most itt a labor az egy kicsikét problémásabb, de nem baj. Itt van egy shotgun lőszer, azt semmiképpen se hagyjátok itt, bár igazából így is annyi van, mint égen a csillag ez. De kétszer ki tudok vele nyírni mindenkit, aki itt van, jó? Tehát innentől kezdve jók vagyunk. Egyetlen egy baj van itt egyébként, kimérek. Kurva gyorsnak kell lenni, jó? Nagyon gyorsnak kell lenni. Gyorsan. És már vissza is azonnal, jó? Azonnal. Jó, tehát itt jönnek ezek a csápos, mocskos rohadékok, nagyon gyorsnak kell lenni, oksi? Azaz. Köszönöm szépen. Most megyünk tovább a labornak a másik felébe. Ami itt van. Ez vicces lesz. Mindenképpen szedjétek le a csávót, jó? Azonnal. Mindenképpen. Jó? Jó. Most itt gondolkodom rajta, hogy mit csináljak. Ugyanis nekem itt mindenképpen kell foglalkoznom ez a rohadékkel. Jó, nem volt kérdés sajnálatos módon, mert mindenképpen itt volt az utamba, szóval ez van. Na, tehát van itt egy ilyen figyelmeztetés, hogy van egy ilyen feltölthető kapszula. Ugye? Ami tök jó. Hát most kénytelen voltam csúrikámat kinyírni, így, bár igazából sokkal viccesebb, hogyha a plafonon lógna, mindegy. Akkor most pedig errefele kell jönni. Ő nem érdekel, különösebben errefele fogok bejönni. Tökömet merném tenni rá, hogy egy elmódiszket valahol még elhagytam. Vagy nem elhagytam, hanem nem használtam. Na most itt is vannak még, ugye itt van lőszer, hogyha szeretnétek, van még itt élettöltő, tehát minden mi szerszámnak ingere az abszolút itt van.
az itt teljes mértékben jó. Más is van itt, vagy csak képzelődöm? Más az talán nincs. Inkribon, egyéb, jó, mindegy. Itt vagyunk, oké? Tehát itt egy kicsikét át tudjuk rendezni a dolgainkat. Nézzük csak. Ez jelenleg nem kell, szóval bepakoljuk ide. Ez jelenleg nem kell, szóval. Kicsit ezt összerendezünk, mert ebből is van 8 millió. Totál káosz van, jó? Tehát abszolút nem látom, hogy mi a franc van. Ennek a helyére pedig akkor most szépen Magnum Revolver, tökéletes, föl is töltjük. És akkor az egyetlen egy helyemre pedig szerintem sejtétek, hogy mit fogok fölvenni. Ott is van egy, ami természetesen valahol alul hagytam. Inkribon, tudom, sok van belőle, de most mentünk egyet.